Most pedig röviden szeretném megköszönni mindazok munkáját, akik nélkül a közelmúltban megvalósult fejlesztések, az épület belső felújítása, a kiállítások és a mai megnyitó nem jöhetett volna létre. Munkájukat és támogatásukat köszönő okleveleket osztott ki a megújult helytörténeti gyűjtemény kertjében Müller Ádám, a múzeum vezetője. Az impozáns épületet a város szívében Kerényi Zsolt Dombovárváros alpolgármestere adta át a nagy közönségnek, miután elmondta ünnepi gondolatait. A műsor a megújult beltérben Herceg Attila művésztanár klarinétjátékával folytatódott, és végre birtokba vehették a látogatók a letisztult arculatú bemutató termeket. Mai esemény igen jelentős a gyűjtemény életében, hiszen a harmadik fejlesztési ütemre épülő megújult kiállítóterlek és tárlatokat lehet majd megtekinteni. És egy fontos dolog, hogy a Kubinyi Ágoston programon már több évben nyertünk, de az önkormányzat ehhez kapcsolódva egy EFOP-os pályázatban egy nagyon jelentős összeget csoportosított át, és azt a gyűjtemény fejlesztésére fordított. Ennek az a lényege, hogy több évet tudtunk előrelépni, illetve ha most bejön egy látogató, az első bejárattól a hátsó bejáratig egy egységes vizuálisan és szöveges tartalmát tekintve egy egységes gyűjteményt tud megtekinteni. Az első gondolat az volt, hogy biztos, hogy művészeti témájú kiállítások lesznek az új kiállításban. A galéria, ami korábban is volt, az nagyjából hasonlóan került vissza, csak úgy gondoltuk, hogy túl zsúfolt, tehát nagyon sok mindenkit tettünk. Az volt a cél, de egy kicsit szellősebben, inkább súlyozva rendezzük be a kiállítást. De hát, ami nagyon fontos volt nekünk, hogy a Marcell György, 1923-tól itt a gimnáziumban tanító művésztanár, aki művész nemzedékeket nevelt, az ő tanítványait, a legismertebb, több munkácsidias tanítványának a munkáit tudjuk itt kiállítani ebben a teremben. A műsor folytatásában Takács Istvánné helytörténész és Rül Gizella művészettörténész ismertették az új időszakos tárlat alkotójának, Akházi Gyulának a munkásságát. Olyan kiállítást nyithattunk, amelyet mindeddig meg sem tudtunk közelíteni. Elfelejtettük, adósságunk volt, de gyűlt mindig a szándék arra nézvést, hogy ezt pótolni kell valamikor. És most, hogy kerek évfordulóhoz érkeztünk, 170 évvel ezelőtt született itt a kis mezővárosban, Dombóváron, Akházi Gyula, most úgy gondoltam, hogy ennél jobb alkalom nincs arra, hogy egy kicsit Dombóvár lakosságával megismertessem, ki volt Akházi Gyula. Mert hogy érdemes tudni róla, nekünk különösen, nem csak a művészet szeretők kell, hogy ismerjék, hanem legyünk mi is büszkék arra, hogy ilyen embert adott a föld, ez a dombóvári anyaföld valakinek. Tehát közösen a helytörténeti gyűjtemény és a Város Szépítő Egyesület összefogásában és a lehetőségeket elindítva, hol tudunk ehhez segítséget kapni, mert hát nem csak egy előadás kell hozzá természetesen, hogy tudjunk, hogy ki, lássuk is, hogy ki volt. Mert azért a képek mindig a személyiségre is mutatják. Tehát, hogy ki volt, meg kell nézni az Akházi képeket, és akkor látom, hogy természet szerető ember volt, imádta. Azon kívül egy vidám ember, mert mindig valamilyen nagyon kedves hangulata van minden képének. Tehát az a drámai megközelítés, ami a mesterénél, Munkácsnál volt, az belőle hiányzik. Addig ő nem jutott el. Őt inkább az életnek mindig egy ilyen mosolygósabb oldala érdekelte. És mindig megtalálta benne is. Hogy ez így van, ez biztos a gyerekkorának is köszönhető. Ha ő az édesanyja szárnyai alatt nőtt is fel 11 éves koráig, de, és nehézségeik biztos voltak, de mégis valami olyan életigenlés alakult ki benne, olyan pozitív hozzáállás mindenhez, nem ismert nehézséget, és haladt, egyik lépcsőfog a másik után, és akkor eljutott Párizsig, eljutott odáig, hogy Munkácsi tanítványa lehetett. Hát álmodni nem lehet ennél nagyobbat egy művész palántának az 1860-as, 70-es években. Egyébként a Tolna megyeiek nyomon követték folyamatosan az ő sikereit. A helyi Tolna megyei újság, közlöny volt annak idején, időről időre egy-egy sikeréről mindig beszámolt.
írja azt, hogy Akházi Gyula megyénk szülötte, ő így írt, hogy a megyénk szülötte, géniusza, tehát az a zseni kifejezés, megint sikert ért el, mondjuk egy Rád György díjat szerzett meg. Tehát figyelemmel, ő is szerette a vidéket. Én minden tájképéről szoktam említetni, hogy hát ez Dombaváron is készülhetett volna. Teljesen olyan, be is tudnám azonosítani akár, hogy pont ilyen táj. Ez a megközelítés, ez az érzület, ez, amit itt magába szívhatott. Tehát ez a hazai, a honból származó kis táj élmény, hát az nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki alkosson. A gyűjtemény úgy lett kialakítva, hogy az ide érkezők több időt el tudjanak tölteni az általuk kedvelt téma tanulmányozásával. Főleg az lett érdekes, aki látta előtte is, főleg mi láttuk ugye a romos állapotokat az átalakításnál. Nem tudom, mi abba bízunk, hát nyilván nem magunknak találtuk ezt a kiállítást, nagyon bízok benne, hogy ezt tetszeni fog a közönségnek is. És ahogy itt mondtam, meg mindig szoktam mondani, hogy ne csak a megnyitóra érkezzenek, hanem jöjjenek le, azért tettünk foteleket, le lehet ülni, nyugodtan elmélyülni, tehát ezek olyan témák, amikkel érdemes nagyon sokat foglalkozni. Van egy olyan kiállító részünk, ahol teljesen tehát új kiáltott tárgyak, illetve alkotások is vannak, tehát kölcsönöztünk például itt a Mester és Tanítványai teremben, például, ahogy említettem, Radó Károlynak a fia, Radó Gábor is kölcsönzött nekünk az édesapja hagyatékából, illetve Vati Eszter. Vati munkákat igazából csak korábban lehetett látni, tehát eddig itt a gyűjteményben nem volt, ugyanez igaz Radó Károlyra is. Ahogy mondtam, a galéria az nagyjából hasonlóan helyi alkotókkal lett megtöltve, ott is persze kiemeltük az ismertebb személyeket, és amit újra rendeztünk, aminek nagyon örülök, hogy a néprajzi szoba, ugyan kisebb négyzetméterbe, de ki kell emelni, ugye Cser Mária népi iparművész munkásságát, Élő Lajosné Rózsika nénit, sajnos már nincs köztünk, és Balási Gyula, aki fafaragó volt, népi iparművész, a népművészet mestere, tehát ők, illetve újra létrehoztunk egy Szőke Sándor kis sarkot, hiszen neki köszönhetjük azt, hogy ma itt állhatunk egyáltalán a gyűjteményben. Müller Ádám múzeumvezető kiemelte, a Városvédő és Városszépítő Egyesület ismét megmutatta, összefogással csodálatos eredményeket lehet felmutatni. Takács Istvánénak nagyon nagy köszönettel tartozunk, ő folyamatosan, mint ahogy eddig korábban is, Őri Gábor munkatársam nagyon sokat segített, aztán Vörös László, aki a könyvtárban dolgozik, illetve a Városszépítő Egyesület tagsága, és hát nagyon sokan még mindazok, elnézést, hogy nem tudok mindenkit elmondani, akik fontosnak érzik ezt a múzeum munkát. Volt most olyan nap, hogy egyszerre csak mindenféle kérés nélkül bejöttek, mint például, ahogy említettem, Varga Gábor, vagy az Egyesület több tagja, Erki Nagy Tibor, aki most is itt van, tehát egy ilyen igazi kis közösségi munka alakult ki. Az Akházi tárlat időszakos szeptember végéig látogatható a gyűjtemény nyitvatartási idejében.